Hetedik alkalommal szervezte meg Meszlényi Gábor a Vigó esegálát Mosonszolnokon. Az este folyamán ringbe lépett Farkas László, Timó Szemenyuk, Szabó Kevin, Perger Balázs, Ásványi Ákos és Weber Kristóf is. A Flex Super Fights League-el való együttműködésnek köszönhetően ezúttal a helyi kedvencek mérkőzései mellett 5 profi nemzetközi összecsapást is láthattak a nézők. Ez most egy koprodukció lett, itt a Flex Super Fights League-el, egy holland nemzetközi ligával egyetembe szervezem ezt a ma esti eseményt. K1, illetve Thai box mérkőzések vannak felvonultatva a nagy érdeműnek. K1 van Zömével, egyetlen egy Thai box mérkőzés volt, tehát mi inkább a K1-et nyomjuk, azt helyezzük előtérbe. Erről annyit kell tudni, hogy egy igazából kickbox alapokkal rendelkező. Ez egy szabályrendszer egyébként, van benne ütés, sugás, térdes. Névadó szponzorként az esemény mellé állt a Greiner Bajovan Hungary Kft. A vállalat mindig is fontosnak tartotta, hogy a sportolási lehetőségeket támogassa, és nem először fordult elő az sem, hogy egy különleges sportágot szponzorálnak. Megemlíthetjük itt akár a Cross Challenge-et, vagy a mountain bike versenyt. Úgy gondoljuk, hogy Magyarországon egy picit mostanagyereként van kezelve a küzdősport, és azért is álltunk emellé a rendezvény mellé, nagyon sok gyereket vonz egyébként, és sokat foglalkoztat ez, sokan érdeklődéssel tekintenek a küzdősportokra, úgyhogy ez volt az egyik oka. A másik pedig a Meszlényi Gábor Gabót, aki szervezi, tehát Vigo SE vezetőjét, őt ismerem, és hát megkeresett minket, hogy szponzoráljuk a rendezvényt. A mérkőzések javában K1 rendszerben teltek. A K1 egy Japánból származó küzdősport, amiben több különböző harcművészeti ág ötvöződik. A versenyen szabályos ökölvívó ringben zajlanak a mérkőzések. A tiltott technikák közé tartoznak többi közt a fejelés, a könyökütés, a lágyék támadása, valamint a judó és birkózó technikák alkalmazása. Hölgyeim és uraim, egyhangú pontozásra győz a piros sorokban A főbb mérkőzéseken Tresor Roland küzdött meg Szulajmán Agovicsal 74 kg-os súlycsoportban. Nehéz súlyban ütközött meg Endai Kristóf Nikola Dimkovszkival, akik háta mögött összeadva már több mint 100 profi mérkőzés áll. Kocán Arnold Erol Kilikaszlannal lépett a ringbe 86 kg-ban, Horváth Lovas Tamás Tolga Marszal nézett szembe 65 kg-os súlycsoportban, míg az est gála mérkőzése a Meszlényi Gábor kontra Miralem Akhmeti volt.